Sziasztok! És ismét egy új hold, méghozzá egy nagyon izgalmas új hold, nekem legalábbis izgalmas, ugye minden új hold a megújulásról, az új dolgok elindításáról, egy ilyen kezdőrúgásról szól. Hát ezt a halak az nem igazán tudja produkálni, az igazság ugye az, hogy a halak az utolsó az állatvédi jegyek közül, a lebomló jegy, az a jegy, ahol a lélek már nagyon-nagyon visszavágyik a nagy közös lélek óceánba, mert nagyon szeretne visszamászni, Elegy van a világ, a való világ zajától, mindent macerásnak gondol, túl nehéz, túl hangos, túl sok, tehát ugye a halak be tud sokalni dolgoktól. Ettől függetlenül minden új hold új energia indulás. És ez a mostani új az is, azért is érdekes, mert mire használhatnánk úgy egyébként fel a halak új nyilvánvalóan érzelmi megújulásra. Tehát amikor azt mondom, hogy na jó, még belerakok valamennyit, még megújítom a kapcsolatomat, vagy, vagy, vagy még inkább megpróbálok elköteleződni, vagy, vagy megpróbálom a feltétel nélküli szeretet Tiszta minőségéből elindítani az érzelmeimet. Tehát például ezeket lehetne felhasználni. Igen, ám, csak hogy ez egy nagyon erőteljesen gyógyító jellegű újhol, pedig a halak minőségét nem nagyon illesztjük a, 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 a gyógyulás vagy a gyógyítás fogalmához. Sokkal inkább a kilépés, az elengedés, az inkább kiszállók, túl nehéz a testem, e, ezekhez szoktuk illeszteni. Tehát túl sok köze a halaknak, a gyógyuláshoz, gyógyításhoz nincs. De az az érdekessége a mostani időszaknak, a mostani újholdnak, hogy ez a panacea nevezetű aszteroid áll, ez az újhold, teljesen egyfokon belül, Panacea ugye Aszklépiusnak, a görögök gyógyítás istenének, vagy félistenének az egyik lánya, ö, egyébként Aszklépiusnak az összes gyereke, így vagy úgy gyógyítóvá, orvossá vált, Érdekes, ugye az egyik lánya, Hügeia, az sokkal inkább a a, a higiénia megteremtésén, a szent terek létrehozásán ügyködött, tehát ő pont egy picit ellentéte volt az édesapjának abból a szempontból, hogy ő mindig azt mondta, hogy nem kell megvárni, amíg megbetegszenek az emberek, hanem olyan tiszta élethelyzeteket, egészséges életmódot ö, kell a számukra megtanítani, olyan szent tereket kell létrehozni körülöttük, hogy ne is betegedjenek meg. Ezen szemben pedig Panacea az univerzális gyógymódot kereste, tehát ez a mindenre minden jó, tehát ez most, és ez ilyen értelem mert beillik a halaknak az energia mintázatába, mert a halak az univerzális minden, és akkor ez nagyon, nekem ez baromira tetszett, úgyhogy én nagyon-nagyon örültem neki, hogy ez, a, ez az újhold éppen ezen a ponton született meg. Ugye, mikor február 20-án reggel 8 óra 6 perckor Budapesten van az újhold, és már most mondom nektek, fogok arról is készíteni egy pici videót, hogy 22-én majd nagyon-nagyon szépen lehet látni napjukta után, a uh, holcsarlót, még mindig az új holcsarlója a Vénuszal és a Jupiterrel. Ha most fölnéztek az égre, most még teljesen tiszta az idő, Érdekes most egy kicsit ugyan felhős lett, de ma, ma hajnalban például döbbenetesen szép volt a, a majdnem fek, az öreg sarló. Tehát, azt, tehát, hajnalban meg tudjátok most nézni az öreg, öreg sarlót még, ez ugye a fekete holdnak a változata, és majd 22-én még mindig az új hold fázisában, pedig meg tudjátok nézni a hold sarlót. Közben pedig azt tudjátok figyelni, hogy a Vénusz egyre inkább közeledik a Jupiterhez, tehát ugye a Vénusz sokkal gyorsabb, mint a Jupiter, két nagyon fényes objektum, Szovjetum napnyom után közvetlenül ott figyelhetitek meg a két szerencsebolygót, bolygót, és ahogy ezek találkozni fognak, az is majd érdekes lesz. Tehát ez van, és hogyha belepillantunk a budapesti képletbe, akkor azt látjuk, hogy a, a naphold konjunkció az halak, másfél fokon jön létre, és egy jegyen kívüli együttállásban vannak a Szaturnusztal, na ez már egy támogató egyes együttállás, tehát ez egyértelműen nem blokkolja a napoldat, hanem oda tesz egy támasztékot, ami a halak számára nagyon sokszor nagyon jó, hogy ott van. A budapesti időpontban az asztendenset a Jupiter Keiron felezőjén találod. És érdekes módon ugye a Jupiter Keiron egyáltalán nem egy negatív konjunkció, sőt, ugye mindenfajta Keiron konjunkciót egy picit gyanakodva nézünk, hogy akkor estimulálódnak a karmikus sebek, a Saturnuszal mindig az jön elő, amit még nem sikerült megoldanunk, és mindig nagyon fájdalmasan, a Vénussal az jön elő, hogy a szerelem fáj, mit tudom én, a Marssal az jön elő, hogy az akaratom gyenge vagy sérült, stb. Tehát általában így szoktuk értelmezni. De a Jupiter az annyit jelent, hogy a karmikus sebeidet aranyra tudod váltani. És ennek a téridőnek a felezőjén van az asztendens, tehát ennek a két bolygónak az összefoglalója pont az asztendens, tehát tényleg egy nagyon erőteljes gyógyulásra való lehetőségünk van, nekünk itt Budapesten mindenféleképpen, de az országban is, tehát ez olyan nagyon sokat nem változik. Aztán, ami még érdekes az az, hogy a Vénusz a halak leges-leges legutolsó fokain mászkál éppen, tehát a naretikus, ugye, majd készül átlépni a kosba, de az csak pár órával később lesz, estére nagyjából, és közben pedig a Neptunusz együtt áll a Sötét Hol A Sötéthol Lilit, ugye a Lilit mitosznak a második mozzanata, amikor Lilit magára veszi Jáve Átkát, nem érdekli azt sem, ha megatkozzák, de ő elmegy az édenkertből, és nem, nem hajlandó ott maradni méltatlan helyzetben, kiszolgáltatott, alárendelt helyzetben és a vertex, az irányíthatatlan folyamatok pontja viszont egyes szemben is áll az, a veszta konjunkcióval, ami abszolút, abszolút, pontos még mindig, de a múltkori videóból abszolút tudjátok nyomon követni, hogy ez a konjunkció mikor pontosodik be, mikor kerül egy fokon túlra, stb. Tehát az arról, ha valakit érdekel, ugye ez a ráfókuszálok a karma törése, és a szerez pont szemben áll velük, a szerez pedig, ugye a gondoskodó elv, az otthon, itt vannak az irányíthatatlan folyamatok, tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy, hogy erre kéne odafigyelni. Ami még fontos ebben a téridőben ugyanakkor, hogy ez az új hold, ez a halak új egyrészt a 12-es házba kerül, tehát magunk elő egy kicsit el van zárva, ráadásul közbezárt jegybe kerül, ez olyan, mintha zárójelbe tennék valamit. Tehát duplán, amikor ilyen állást látok, azt szoktam mondani, hogy nem csak, hogy a hátad mögé tetted, és magad elő elzártál valamit, hanem még betetted egy kis kazettába, amit ráfordítottad a lakatot, és eldobtad a kulcsot. Tehát igazából mindez, ami a halakban van, így az asztendens mögött, az látensen ott van, de nem biztos hogy fel fogjuk tudni használni. Tehát ez semmiképpen nem a külvilágban való látványos javulás, gyógyulás energia mintája, hanem sokkal inkább egy belső körön futtatott, egy, egy belülről megvarázsolható belső rendbetétel, amikor neked tényleg önmagaddal érdemes foglalkozni, nem kint a külvilágban, nem hivalkodóan, miközben tényleg el tudsz indítani egy csomó gyógyulási folyamatot. Tehát erre, erre gondoljatok, és ezt érdemes kihasználni. Na nézzük a többi dolgot, amit ki akartam nektek itt jelölni. Hát van egy nagyon érdekes fényszögkép halmazunk, ugye egy komplex fényszögképhalmaz halmaz a jegyek 5.-6. fokán. Először is ott van a budapesti képletben egy kardinális keresztvadrát, amit egyrészt az MCI tengely, otthon család hivatás életcél, és ez a bizonyos Astra Vesta szemben a szerezzel hoz létre, ez azért érdekes, mert egyébként a kardinális keresztkvadrátok, azok nagyon sok indítóerőt tartalmaznak, ugye a kardinalitás az mindig azt jelenti, hogy valamilyen indítás, elindítás. Maga az újhold is egy indítóerő, de a keresztkvadrát egy picit arra figyelmeztet, hogy itt azért nagyon-nagyon óvatosan kell lépkedni dolgokkal, mert amit most elindítasz, vagy elhatározol, az, az kihat az otthon, család, illetve a hivatás életcél jövő témaköreire. Ezt oldja a bizonyos fokig az a misztikus négycög, ami viszont szintén az MCIC tengelyel és a holcsomókkal jön létre. Tehát az, ez nagyon jó mindig, amikor a tengelyek azonos fokon vannak, mert ha van egy keményebb állás, akkor azt a lágyabb állások tudják nagyon szépen oldani, és pontosan erről van szó, ez a misztikus négyszög arról szól, hogy áldás van azon, ha én a sorsomat elindítom ahhoz szükségem van arra, hogy odafigyeljek mindenre, amit áthoztam és képes vagyok ö, működtetni, és akkor a jövő hivatás, életcél, karrier összefügg tulajdonképpen ezzel a sorsfelvállalással, ez hiszen köztük van egy földtrigon. És a föl, a trigonok közül, hát a, 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 ezt mindig elmondom, amikor tanítok, hogy a négyféle trigon közül, a tűz a legkevésbé felhasználható a hétköznapokban, az inkább inspirációt meg fellobbanásokat biztosít, és a föld, a földjegyekben létrehoz, létrejövő trigonok, azok a leginkább felhasználhatók, hiszen a földi síkot, a józan praktikus gyakorlatias döntéseket, a szerkezetépítő állapotokat tudja elősegíteni, hogy itt a földön érezzük magunkat jól, hogy itt a földön tudjunk valamit beteljesíteni. Tehát ez a, ez a két alakzat, a két fő alakzat, és akkor, ha megnézitek, szépen ki lehet bogarászni, egy csomó mozdony alakzat érkezik, négy darab egészen pontosan. Ugye van egyszer egy fix tűzmozdony, leszálló volt csomó, Vesta, Astrea, Fekete Hold, ezáltal ugye összekapcsolódik a, a hozolt karmikus viselkedési minta, a ráfókuszálás a karmatörésre, és a fekete hol Lilit, ami a Lilit mitosznak a harmadik mozzanata, és ugye a helytállást, a bátorságot, a becsületet és a tisztánlátást szimbolizálja. Tehát ez is, ez, ez egy alapvetően nagyon szép. A fix föld, ugye ez talán a leg intenzívebb a mozdonyok közül, hogy itt a, ez a felszálló, megint csak a Lilit és az MC hozza létre, tehát ez meg a felszállóval ugye oda azt az állást, hogy ö, sorsot vállalok fel, az MC a jövőm érdekében, és akkor még gyakorlatilag a ö, fekete, Hol Lilit az hozzáteszi ezt a bátorságbecsület tisztességet. Nem tudom, miért csak lilith et írtam, de teljesen mindegy, az ugyanaz, tehát fekete, Hol Lilit. Akkor, akkor van egy kardinális tűz ö, mozdonyunk, ez a talán a mozdonyok közül a legtűzről pattantabb, a leggyorsabb, a, leg, a legdinamikusabb, ez pedig az MC, a Vesta, Astra és a Fekete Hold létre. most már még egyszer nem ismétlem át, ez gyakorlatilag ugyanazok, és a kardinális föld, az pedig a leg, tevékenyebb, termékenyebb az összes közül, mert a kardinális minőség ugye beindít dolgokat, hol a földi síkon, a valóságban, a fizikai síkon, MC szerez és felszálló. Tehát itt megint a, ugye az MC és a felszálló közötti földtrigon az nagyon fontos szerepet játszik itt a budapesti képletben. Tehát ezt ez tényleg nagyon jól fel tudjátok használni. Ami azt is jelenti, hogy az újholdkor ugye mindig lehet varázsolni. Kérdezitek néha tőlem, hogy mit, mit, hogyan lehet varázsolni a benneteket, persze, ezt a harmad évben egyébként az abszolút titkos harmad és negyed években a tiszta forrásban tanítjuk is, hogy bizonyos dolgokat tanítunk az elméletét mindenképpen, de azt kell mondjam neked, hogy teljesen mindegy, Amire ráhangolsz, amit csinálsz, az lesz a jó. Hidd már el, hogy hétköznapi varázslás, rengeteg teszel. Amikor egy nagyon jó ételt főzöl, vagy amikor beteg a gyereked, és azt mondod, hogy most készítek neki egy teát, vagy, vagy csinálj neki egy almakompótot, és az aggodalmadat, a szeretetedet, a gondoskodásodat belefőzöd abba az almakompótba. Azt hiszed, hogy nem varázsolsz. Hát dehogy nem. Tehát nem, nem kell ennek olyan nagy feleket keríteni. Minden új egész egyszerűen azt mondhatod, hogy meg akarom, vagy be akarom indítani, vagy el akarom indítani ezt, vagy azt, vagy amazt. Egy titok van, több titok is van, de az egyik legfontosabb titok, hogy soha ne használj feltételes módot. át a feltételes módot nem értik. Tehát mindig kijelentő módot használj, vagy sőt, az univerzum erőit utasítani is lehet, szépen meg lehet fogalmazni. Ha még ráadásul tudsz rímelni is, ugye a, a ráolvasások azok mindig rímmeltek, annak idején nem véletlenül, mert nagyobb ereje van a szavaknak, a rímekkel, tehát végtelenül egyszerűen megfogalmazott, hogy mit akarsz, én ezt most elindítom, és el is indíthatod. Na nézzük a transzcendens testeket, hogyan nyitják ki a teret, mi az, amit fel tudunk használni. A felszálló holcsomón találod a memphis és a Hermészt, a Memphis az erőközpont, a hatalomközpont, Hermész pedig a mágiának, az alkimiának ugye az ura, vagy a patronusa, fogalmazunk így. A leszállón ott van Narcissus, a szerelemnek az önszeretet változata, és Radamantus, amely egy kentaur, egy TNO, és a legenda szerint ugye Zeus és Európé egyik gyermeke, Radamantusz, ugye Krétának lesz a királya. Ez a minotaurus utáni időszak egyébként, amikor Kréta egész egyszerűen rendbe akarja tenni magát, amihez nagyon jó törvények kellenek, és Radamantusz pontosan ezeket hozza létre. És mint kentaur azt fejezi ki, hogy én igazságosan törvényesen járok el az életem során, és annak a jutalmát igazából csak az élet után kapom meg, tehát amikor majd emlékeznek rám, hiszen Zeus is ugye megteszi az alvilág bírájának Ranamantuszt a halála után. Az encém ott látott asztronómiát, tehát tessék fölnézni a csillagokra, és a vulkánót, a, a Két dolgot szokott ez jelenteni. Múltjelölő ponton a vulkánon az mindig kapcsolódik a vulkán kitörésekhez, a, a szerencsétlenségekhez. Én most ezt nem úgy fogom fejteni, hogy ez most akkor egy ilyen vulkán kitörés, és ugye ez utána rettenetes... Ö, törökországi katasztrófa után ö, tényleg nagyon félünk már ezektől, szándékosan nem mondtam erről véleményt. Nagyon-nagyon szándékosan. Először is elszorul a szívem, és, és gyakorlatilag nem tudom folytatni a mondatot, ha ezekre az emberekre gondolok, és a magyar mentőosztagnak a hős, és minden mentőosztag hősiességére csak hála és köszönet nekik. De tudom, hogy ez nem természetes földrengés volt. Ez egy előidézett földrengés volt, és akkora mocsok szemétségnek tartom. Egy olyan hatalmas visszaélésnek, hogy, hogy nem tudom elmondani nektek, és nem, tehát az a baj, hogy tényleg letiltanának végképp, hogyha én most itt elmondanám a véleményemet, hogy itt mi történt, úgyhogy nem mondom el, csak szeretném jelezni, hogy felháborítónak tartom, és, és hogy mondjam, nagyon remélem, hogy nem marad büntetlenül, nagyon, tényleg nagyon remélem, hogy nem marad büntetlenül, maradjunk ennyiben. Minden esetre, tehát, ott vannak ugye tehát ott van a lehetőség természetesen valamilyen katasztrófára is, de egyfajta a tűz való átalakulásra is. És Ixion, ami ugye az első de dokument, vagy második dokumentált pszichopata, körülbelül nem az első, mert azt nem talán a mitosz korábbi, mint a Nessusé, de minden esetre az a fajta pszichopata, aki elkövet valamit, nem vállalja a felelősséget, és újra elköveti akárhányszor, tehát ez megint csak a háború, megint csak a, maga ez a, hogy mondjam, ez a földrengés, ami ugye a két, a telihold és az újhold közé esik, tehát egyértelmű, hogy, hogy ez az újhold abszolút beharangozza azt, ami ott történik, és hát láthatjuk. A Szerez-Vertex együttálláson látott Szelénit, a Holdistenőt, Ozilis, a Holtakistene, és Rifonosz, az egyik olyan kentaúr, aki egyébként egy természet szellem, és az egyik annak a tizenkét természet szellemnek, akik Herkules bölcsőjét őrzik, nehogy a féltékenyi híra ártani tudjon nekik. És ezt Rifonosz annyira komolyan veszi, hogy átalakítja, magát transformálja magát rá, mert úgy gondolja, hogy egy kentaur alakban sokkal jobban el tudja látni ezt a feladatot. Tehát általában a rifonosz az egy komplett teljes, gyökeres transformáció valamilyen felvállalt cél érdekében. Ez van a szerezen. A West aztrián pedig még mindig ugyanazok, ugye Hannibal, Hermész, Asclepius és Témisz. Témisz ugye, aki a húráknak a megszülője, a Hannibal, aki egy hadvezér, Hermész, aki... Nem tudom, miért raktam ide Hermész, két helyre raktam Hermész. Na jó, itt valami van, teljesen mindegy Hermész, az biztos, hogy pontos itt. És Asclepius mindenféleképpen, ugye, tehát Asclepius, aki meg a gyógyításnak az istene. És akkor a Fekete Holdon van Varuna, az is egy, egy kentaur, egy, egyébként egy védikus istenség, egy teremtés isten, amihez később már csak a, a, vizeket, a tengereket rakták, és egy nagyon-nagyon fura ö, értelmezése van a karmasztrógiában. A király né karma kötődik hozzá, az a, az a fajta karmikus minőség, amikor nekem produkálnom kell a trónörököst, ugye el szoktam mindig mondani, hogy nézzétek meg, ha az régi, régiségben egy királynak, vagy egy uralkodónak, vagy bármilyen nemes embernek házasságon kívül gyereke született, az csak fattyú lehetett. A királyné viszont mindig trónörökös szült. Na ez a varuna, egyébként, és érdekes, hogy pont a fekete holéten van. És az egyetlen álló csillag, ami most prominens ebben a képletben, az az altarf, amiről azt hiszem, hogy nem volt még szó, ez a ráknak a bétája, szó szóval szerint az altár azt jelenti, hogy tekintet. És a régebbi ábrázolásokon, úgy általában egy, 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 folyamirákot, egy ilyen tarisznyarákot szoktak ábrázolni, és rendszerint úgy, úgy ábrázolják, hogy azok az ollói, vagy a szeme, maga az tekintet egyébként, ahogy mondtam, és általában ezt a csillagot is a varázsláshoz kötjük, tehát tökéletes a tévérő pillanat a varázslásra. Majd meg fogjátok látni, hogy az a régi ábrázolás, azt hiszem itt van, az érdekes, mert az egyik lábát teszi ide, tehát általában ide szokták tenni a, a, a szemeit, mert ugye van az azellus australis és azellus borealis, ami aztán mostanában a két szeme, egyébként pedig itt van a Pressepe, a Jászol, ez egy, ez egy csillagköd, és ez az egyik olyan dimenzió kapu, amin a lelkek újra le tudnak születni. De most az altárt prominens avarázsláshoz kötődik, a tiszta látáshoz, tiszta belső látáshoz. Mi van itt még? Van egy analitikus harmónia háromszögünk, tehát a jegyek utolsó, vagy majdnem utolsó fokán álló euh, égitestek, ugye a Vénusz abszolút a halak utolsó fokán áll, a Plutó, ugye a bakban, szintén a legutolsó fokon, és a Szedna az inkább 28 fok van, amennyi, de majdnem a tehát nyugodtan használhatjuk analitikusnak. Ennek a harmónia háromszögnek az apexe pont a Vénusz, igen, ám, de ez a Vénusz bent van a halakban, a 12-es házban elzárva. Tehát mégiscsak egy ilyen rejtett harmónia teremtésről van szó. De mondom, az egész képlet igazából azt sugalja itt a, a budapesti képlet, hogy ez egy nagyon erős gyógyító energiát tud elindítani, nagyon erős rendi, rendbetételt harmónia teremtést elindítani akkor, ha hajlandó vagy szedne szétszedni a életet életed nem működő darabjait, és össze transformálni valamilyen más szempontból, csak az egésznek a, a működési elve az valahol a tudat alatt marad. És van egy picike kis angyalszárnyunk is, amit egyébként az új pedig megvilágít, ugyanígy a jegyek analetikus fokán, ugye tulajdonképpen a Vénusz Plutó sextil illetve a Szaturnusz kapcsolódik még ebbe bele, és a, a nap hold pedig megvilágítja. Ha ezt látjátok, hogy a ezt sokszor fogjátok látni, hogy a nap vagy a hold képes illuminálni úgy is, hogy nem vesz részt konkrétan, sőt jobban illuminál, hogy nem vesz részt egy konfigurációban, ugye még egyszer sokat szor, a konfigurációknak az orbisza egy másfél, ké, maximum két fok, a két fokot akkor fogadjuk el, hogyha a sugárzó testek alkotják, és ha bepontosodók a fényszögek, ha, ha ennél tágabb, vagy távolodó, vagy tengelypontok alkotják, akkor én a másfél fokot ajánlom. De a nap és a hold olyan értelemben tud ilyenkor bekapcsolódni, hogy akár 2-3-4-5 foknyira is állhat egy pontos állástól, és mindenféleképpen beragyogja az egészet, mert illuminálja. Minden távolabban, tehát az 5 fokon állók tudják a leginkább az egészet beragyogni, mert egy picit nagyobb távolságról, nagyobb távlat válik lehetővé, de ebben az esetben is hogy itt nagyjából 3 fok a különbség, tehát nem vesz részt a konfigurációban, hanem illuminál, ezt, ezt szoktuk mondani és akkor itt is vannak természetesen transzendenségi testek, miért ne lennének. Itt a pegazus az, ami még aktiválódik, hiszen a napolt konjunkció nem csak a van hanem az enifen is, ami a, azt hiszem, ezt is beraktam nektek, igen. A, látjátok, a lónak, az, az égi szárnyas paripának a szája, tehát ugye nem szólal meg ez a paripa, de ha megszólalna, akkor az enifen keresztül szólna hozzánk. Tehát egyébként pedig a, ugye a markab, az pedig ugye az alfája, és az, ahol a, azt, hogy a ló szíve, de mondhatjuk azt is, hogy ahol a szárnyak hozzá vannak erősítve a testhez, és ami aztán felröpít és ugye a fejből kipantanó gondolatokat szoktuk hozzá tenni. Most ez egy érdekesség, ezt csak megmutatom nektek, hogy ugye az alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ugye az első öt csillag, azt annak idején 400 évvel ezelőtt sorolták be, vették a legfényesebb csillagot egy konstellációban, az, azt az kapta az alfát, utána a második a bétát, a harmadik a gammát, a negyedik a deltát, és az ötödik az epsilont, de a csillagok azért változtatják a fényerejüket, és itt láthatjátok azt, hogy a seát, ugye, ami a Pegazus bétája, az, az 2,6-os, az epsilon, ami az ötödik csillag, az meg 2,5-ös, tehát fényesebb, mint a sárk. Nem, mintha ez olyan hatalmas nagy különbség lenne, ezt szabad szemmel biztos, hogy nem fogod látni. Na nézzük tovább, a Vénuszon látott zószert, ugye a, a, a piramis építő, az egyik piramis építő fáraó, tehát valaminek a létrehozása, valaminek az átmentése. Borasszisi, aki ö, ö, Kurt Vonnegutnak a Macska Bölcső című könyvében, az, ott szerepel egy vallás, a bokononizmus, és annak a kicsit mérges, kicsit ilyen hát pöfeszkedő főistene, aki kidobálja a saját gyerekeit, mert nem tetszik neki, tehát egy ilyen uránikus történet az egész, és általában a Borassi az olyan karmát hordoz, ugye ez egy kenta úr, tehát a karmikus sebekhez kötődik, amikor én zsarnok voltam, vagy zsarnokként működtem, és mit tudom én, sokszor kapcsolódik egyébként gyerekhez is, tehát, hogy kitagadom a gyerekemet, vagy nem fogadom el, vagy nem, nem tudom, nem tartom az örökösömnek, tehát ilyen, ilyen fajta dolog is van. Gondoljatok bele, hogy most egy olyan háború folyik, ahol egy két testvér nép öli egymást ez, ez történik. És aztán ugye ott van még a seát, ugye ez a, a halak 29. foka, ez ebből a szempontból prominens, ez az öngyilkosoknak az abszolút gyógyuló helye, a friss öngyilkosokat ö, húzzák ide át. A Szaturnuszon ott van táh, a fazekas isten, aki ugye korongon létrehozza az embereket, és Neptűsz, aki a tébai négyesikre, a Oziris, Isis, Neftis és Szét közül ugye Szétnek a felesége, és általában azt jelzi, hogy én pontosan ismerem a páromnak az összes hibáját, meg az összes hát, olyan tulajdonságát, amire nem vagyunk büszkék, de száz százalékig mellette állok, tehát elfogadom és mellette állok. És ugye a krantor pedig a rossz helyen rossz időben lenni, tehát ez már szatunuszal ott van egy ideje. A Plutón pedig változatlanul két kentaúr van, Orius és Amikus. Oriusz a büntetlenség, vagy a megúszás, nem a teljes büntetlenség, amikor, amikor elkövetsz valami szörnyűséget, amiért meg kéne bűnhődnöd, akár az életeddel is, de valamiért megmentenek azért, mert ö, ti, ö, mit tudom én, kiknek a kiei vagytok. Tehát ez, ez általában hát néz körül, ez történik, néz csak Amerikára kell nézni, vagy ö, ö, hát ha figyeled a híreket, akkor ezt, az, ezt az energiát felismered. Amikusz pedig ugye a szent és a profán összekeverése, amikor nem érdekel, hogy mi történik, akkor is verekszem azzal a gyertyatartóval, amit egy szentéből hozok el, mert nekem most ez a fegyverem. És a szednám pedig, ugye a plejádok ott lesznek idén is, meg jövőre is, tehát ezt úgy fogjátok, de tényleg ott van az ő lakhely a, a szednán, és az Askalafusz pedig az a, a ugye ő a kertész, aki őrzi az alvilág kertjét, és ő az, aki ugye elhírezteli, hogy persze Foné evett az alvilág gyümölcséből, és ezért nem térhet vissza, és aztán mindenféle büntetést kap, tehát Demeter őt is megbünteti, tehát egy ilyen mondj igazat, és beverik a fejet. Tehát még egyszer ugye itt lehet látni a, pegazust, és gyakorlatilag ezeket a csillagokat néztük most meg. Tehát ez az új hold, még egyszer, nagyon boldog új holdat nektek, gyógyuljatok, tegyétek rendbe az érzelmi életeteket, és bármit elindíthattok, amihez az kell, hogy belül induljon el, mert ez ugye a budapesti télidő pillanatban, ez az új hold, a 12-es házban, a titkok házában, a magad elő elrejtett dolgok házában, az önként vállalt és rádkényszerített magánynak a házának is szoktuk nevezni. Ott van az új hold, és még ráadásul közbezárt jegyben is, hiszen a 12-es ház még a kossal kezdődik, és az aszcendens pedig, bocsát, fordítva, mindegy, teljesen mindegy. <tosz> Jó, tehát vízöntővel kezdődik a 12-es ház, a halak az ugye közbezárt, és utána kossal jön az asztendens, tehát így néz ki ez a téridő pillanat, tehát használjátok ki jól, boldog új holdat, sziasztok!